a mérkőzést a fekete mezben játszó Balmazújváros kezdi, míg a Siófok tiszta fehér felszerelésben lép pályára. És miután mindenki elfoglalta a helyét a pályán, illetve az asszisztensek a vonal mellett, ezt követően Radványi Ádám útjára engedte a labdát. És üres ember nagyon tisztán kapta meg a labdát, a vendégek játékosa és Horváth László nagyot védett. Iváncsics Gellért próbálkozott szembe a kapuval zavartalanul, mintegy 20 méterről, és bizony az első kapus bravúrt Horváth Lászlónak kellett bemutatnia. Vajon milyen megoldást válasz Bor? Megpróbálja rövidre lőni a labdát, ott a gól! Micsoda meglátás! Érzésem szerint rosszul állította fel a sorfalat a vendégek kapusa, és Bor Dávid ezt észrevette, és a rövidre tekerte bal lábbal a labdát. A 22. percben megszerzi a vezetést a Balmazújváros. A gólszerző, a 20-as mezben játszó Bor Dávid Ferenc. Mesteri munka volt. És érezte Filipánics is, hogy hova érkezik a labda, de nem tudta már kijutni a labdát, csak betessékelni tudta. És bizony Kopunovics is méltatlankodik. Mit lép erre vajon a Siófok? És Gál Mátyás szépen viszi el, középre teszi, és ez bizony veszélyes akció volt. A döntő momentum az volt, ahogy Gál Mátyás megverte a védőinket. Gréci Gábor lövése azonban elkerülte a kaput. Bor hosszún üresen, Kis László leveszi, középre teszi. Ott van Konya, 2-0! Konya Márk szerzi a csapatunk második gólját. A hosszún teljesen üresen hagyták Kis Lászlót. Aki zavartalanul lőhetett, az ő próbálkozása még lejött a blokkról, a lecsorgó labdára pedig Konya Márk futtából értékesítette a helyzetét. A 36. percben Balmazújváros Siófok 2-0. Hiába próbál kezdeményezni a Siófok, nem igazán tudja áttörni a védelmünket, de a Balmazújváros két pontrugást követően 2 góllal vezet. A második játékrészt a fehér mezben játszó Siófok együttese kezdte. Az első 45 percben Bor Dávid szabadrugás góljának, illetve Konya Márk lepattanó lövésének köszönhetően 2-0-ás balmazújvárosi előnnyel vonultak a 15 perces szünetre a felek. Belényesi, tovább teszi a labdát Vajdának, Vajda rágyorsíthat. És aztán rossz megoldást választ, nem tudta jól megjátszani Belényesit. Remek csel, és mekkora gól! Kovács Ádám! Micsoda labda átvétel volt, és mekkora bombát lőtt! Azonban, ha jól látom, ismét lent marad a földön Belényesi Miklós. 47. percben megszerzi a harmadik találatot a Balmazújváros. Mestermunka volt Kovácstól. A két téli szerzeményünk akárcsak a Vác elleni mérkőzésen most is betalál mindkettő játékosunk. Sőt, Kovács már zsinórban harmadjára volt eredményes, hiszen Dunaújvárosban is, Vácott is beköszönt, és most a Siófok hálójába is betalált. Belényesi ezúttal elveszítette a párharcot. Berki. Berki kapja vissza. Ez most szép játék volt, Horváth pedig valahogy még vissza tudott nyúlni. Bor a labda mögött. Veszélyesen jön középre, ott pattog, ott a negyedik találat! Ha jól láttam, ennek is a szerzője, Kovács Ádám.
újabb pontrugást követően szerez gólt a Balmazújváros. És bizony, a közönség is rákezd. Zeng az Újváros ritmus itt a sporttéren. Kovács Ádám második találatának köszönhetően Balmazújváros Siófok 4-0 a 60. percben. Nagyon jó arányban használjuk ki a lehetőségeinket. Bognár, szép labda a jobb szélre, teljesen üresen maradt ott. Nagy Dániel középre teszi, kapu ott pattog még mindig a labda. Szerencsénk volt, továbbra sem jött még össze a szépítő találat. Most egy átlövés, Horvátnak kellett nyújtózkodnia. És érkezik Zsiga mélységből. Zsiga a 16-oson belül, Zsiga lő! És nagy védést mutat be, talán a mérkőzésen először, Filipánics Bálint. A 20. fordulóban Balmazújváros Siófok, 4-0. Továbbra is összhangban vannak a labdarúgók a szurkolókkal. Milyen érzés volt a szurkolók elé kiállni? Köszönjük szépen nekik, hogy felállva tapsolták végig a mérkőzést végét. Tehát nagyon nagy élmény ilyen lelkes és ilyen odaadó szurkolótábor előtt játszani, mert ugye elmondtam az elmúlt hazai mérkőzésen, és hiába kaptunk ki 4-0-ra, itt is csak biztató hangok szóltak a lelátóról, ami Magyarországon nagyon ritka. Ezzel a teljesítménnyel pedig adósak voltunk nekik, és örülünk, hogy örömet tudtunk szerezni. Mekkora pluszt adnak a szurkolók a játékosoknak? Én úgy gondolom, hogy aki itt volt és látta a közös ünneplést a végén, tehát az csak szuperlatívuszukban tud beszélni erről a szurkolótáborról. A mai mérkőzésen 4-0 arányban győztünk, hát ezt az eredményt nem kell magyarázni. Jól játszottunk, ugye most berúgdostuk a helyzeteinket, azt mondom, szerintem a helyzeteinknek a felét berúgtuk, és ilyenkor ez történik, hogy hátul pedig lehoztuk nullára. Érdekesség, hogy 3 gólt pontrugást követően szereztünk. Ennyire gyakorolták a héten a pontrugásokat? Mindig gyakoroljuk, de azért különös hangsúly volt az elmúlt két meccsen fektetve a pontrugásokra, hogy örülök, hogy ez be is jött. Még ha nem is azokból a figurákból, hanem a lecsorgókból, de sikerült. Az egész mérkőzésen a Siófok volt a kezdeményező, többet birtokolta a labdát, azonban nem talált fogást a Balmazújvároson. Mi volt az oka ennek a nagy arányú vereségnek? Már nincs semmi oka. Mi az oka? Oka az, hogy ők rúgtak a kapura, és minden bement. Szóval biztos a Balmazújvárosi szurkoló élveztek a mai meccset. Én biztos, ha most a szurkoló, akkor én biztos azt csak tettem. A labdabirtokolás azt nem jelent semmi. Mondom, most is itt egy újságíróknak mondtam, minden, amit ők rúgták, a mi kapu fölben ment. Szóval van ilyen meccs, én gratulálom természetesen a Balmazújvárosiaknak, nincs itt mit finomítani, és most jött azt, amit én mondtam a harmadik győzelem után, amikor szériában voltunk, hogy nem szabad beszélni semmi másról, csak kőkemény bennmaradásról, de akkor is próbáltak nekem finomítani, magyarázni, hogy már ez megvan, már akkor 4.-5. hely, én akkor is féltem, és most is igaza volt nekem. Szóval én pontosan tudom, ez a csapat mi a maximum, én szerintem ez is eddig, amit mi elértünk, ez csoda. Siófoki szempontból bosszantó gólokat kaptak, hiszen a 4-ből 3 is pontrugást követően esett. Hogyan lehetett volna elkerülni? Nem lehet. Ez azt, amit mondtam is nekik a meccs előtt, hogy ti fogtok dönteni megint ma, mi lesz. Ez ilyen pillanatok, egy játékos egyeni tudás, ha elkerülünk, akkor természetesen ilyen egyeni hibák. Ha elkerülünk, akkor nincsen ilyen gólok. De mondom, ez megint az, hogy vannak osztályok, igen, első, második, harmadik, negyedik. Most ebben a pillanatban én azt mondom, ez a valakinek maximum, nem szóval elmondom, nincsen, nem lehet, ez, erre nem lehet felkészülni, erre nem lehet semmi más csinálni, amit csak az, hogy amit mindig mondom az edzésen is, hogy koncentrálja, figyelj,
nyissa a szemmel, legyen közelem, de mondom, hiába mondom, úgy néz ki, hogy nem, vagy nem hallok, vagy nem hallnak, vagy ők, mikor megy a meccs, másképpen gondolnak. Az első két tavaszi mérkőzésünkön még gólt sem rúgtunk, azóta 3 mérkőzés, 9 pont és 10 gól. Remek teljesítményt mutatnak a játékosok. Ugye tudjuk jól, hogy az első mérkőzésen rengeteg helyzetünk, ott mégsem tudtunk gólt szerezni. Mezőkövesden ugye ott nem volt helyzetünk, tehát de ott is legalább egy pontot el tudtunk volna hozni. A saját hülyeségünk volt, ből nem sikerült pontot szerezni. Ugye utána viszont össze kellett állni, össze kellett rakni újra a csapatot. Az elmúlt két mérkőzés pedig azt mondom, hogy bizonyítja, hogy tudunk így is játszani. És minek köszönhető ez a nagy formajavulás, gondolok itt a 10 gólra? Kicsit koncentráltabbak vagyunk, valamint Nagy Enikő sportpszichológusunk nagyon sokat segített a támadókon. Tehát a támadókon is, valamint a többi csapat részen is. De a fiúk is ugye tudták jól, hogy sokkal többet, meg jobban kell koncentrálni ezekben a helyzetekben. A válogatott beli szereplés miatt most egy hét szünet áll be az NB2-ben, ez talán nekünk lehet hátrány, míg az Zalaegerszegnek némi előny, hiszen ma kikaptak a Vác együttesétől. Milyen találkozóra lehet számítani két hét múlva? A Zalaegerszeg egy nagyon jó csapat, amelyik nem véletlenül áll fel jutóhelyen, de hozzánk látogat. Ezen a pályán pedig én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell küzdeni azért, hogy akár egy pontot is elvigyen. Nekünk ugyanaz a célunk, a lelkes szurkolótáborunkat egy 3 ponttal kiszolgálni, valamint minél több rúgott góllal. De nagyon-nagyon nehéz lesz.